Önök hisznek a mesékben, az összefogás erejében, meg abban, hogy minden helyzetből talpra lehet állni. Mi itt a Digisportnál mindháromban hiszünk. Éppen ezért vesz részt a kosárlabda csapatunk egy egészen különleges jótékonysági kezdeményezésben. Azért, hogy segítsen Bicske városának, illetve közvetlen Hetlinger Ákosnak, aki vendégem itt a stúdióban, a kosárcsapatot képviselő Puskás Artúrhoz hasonlóan. Hát jó reggelt kívánok! Mi ez a szombati esemény? Bicskén. Jó reggelt kívánok! Hát egy összefogásból alakult ki, de igazából ez most egy ilyen örömünnepszerűség. Hát igen, különböző rendezvények lesznek, és hogy mindenki eljön és jól érezze magát végül is. És ebben nekünk hol van a helyünk? Hát gyakorlatilag mi egy megtisztelő felkérést kaptunk így a Digisport nevében, hogyha van rá egy mód, akkor képviselje magát a csatorna, hogy ezen a kosárrendezvényen, illetve egy ilyen városi megmozduláson ott legyünk, és ha nem is emeljük a fényét, mert a csapatunk nem biztos, hogy erre alkalmas, de legalább egy pár kosarat szerezzünk ott a helyi titánok ellen, úgyhogy mi nagy örömmel mondtunk nevet, és szervezzük a bandát, hogy tényleg ne valljunk szintet. Mire mondtatok nemet? Mondtunk igent. Ki ellen fogtok játszani? A helyi csapat ellen, amely a regionális bajnokságban játszik, aztán ott lesz egy MB2-es csapat Sziget-Szent Miklósról, illetve az egyik gimnáziumból szerveződött srácok ellen, úgyhogy fel van adva a léc. Na majd erről is beszélünk egy kicsit részletesebben, mert ugye te azt mondtad, hogy ez az egész Bicskedély egy páratlan összefogásból nőtte ki magát. Mesélsz arról egy kicsit, arról a két évvel ezelőtti eseményről? Persze, persze. Egy súlyos trombózis miatt nekem lábszár szinten amputálni kellett a lábamat, és akkor kitaláltuk, hogy akkor mégis folytatnám ezt a sportot, és akkor egy ilyen... Mert hogy te is kosaros vagy. Igen. És akkor egy ilyen gyűjtés volt ennek a lábszár protézisnek, hogy meglegyen, és akkor hát gyakorlatilag ebből alakult ki a mostani rendezvény, vagy ez adott ennek ekkora lendületet. Mert milyen volt az önzetlenség napja? Hányan voltak? Hát elég sokan, nem tudom pontosan, de olyan 1000 fő körül talán. De tényleg megmozdult akkor mindenki? Mondhatni. És sikerült végül is összegyűjteni megfelelő pénzt? Igen. Újra elkezdtem ugye edzésekre járni, meg egész jól ment ugye a kosárlabda. Ugye azokat a képeket láthatjuk a két évvel ezelőtti önzetlenség napjának a felvételeit. Mm-hmm. És ugye csak hát történt egy sajnálatos sérülés, de ezután is folytatni szeretném, vagy fogom, csak most egy ilyen pár hónapos kiagyásra lehet számítani. Mert hogy mi történt? Hát a keresztszalagom elszakadt. A másik térdemben, jóba. És az mikor volt? Tehát, hogy mikor térhetsz vissza a pályára? Januárban. Hát egy fél év, 6-8 hónap körülbelül. És mennyire tudod komolyan üzni a kosárlabdát? Hát ebben a megyei bajnokságban még jó leszek, úgyhogy nem olyan komolyan, de azért szerintem ez is jó. És mi mennyire üzzük komolyan a kosárlabdát, Artur? Hát a mi csapatunk... fényezd légy szíves a csapatunk. Nem tudom fényezni, mert éppen tegnap kaptunk az aktuális bajnoktól igen könnyedén az üzleti ligába, úgyhogy megint az ezüstérem jut nekünk. Viszont azt gondolom, hogy mivel a Ákost régebb óta ismerem személyesen, talán annyi belefér, hogy a tanítványom volt az Elite Basket csapatánál, úgyhogy ez is talán egy jó kapocs, ami miatt azt mondták a srácok, hogy akkor itt mindenképp ott kell lennünk. Mikor volt ő a tanítványod? Egészen pontosan 6 évvel ezelőtt. Akkor még nagyon ifjú titán volt ő is, már nem annyira, de ott együtt dolgoztunk, és gyakorlatilag onnan én követem az ő pályafutását, és hát le a kalappal, hogy ilyen erőt mutatott akkor, amikor ez a személyes tragédiája volt. Ákos, most egy kicsit ne figyelj ide, légy szíves, de áruld el nekem, tehát látszott rajta, hogy tehetséges, ügyes játékos. Igen, akkor abszolút, 6 évvel ezelőtt? Abszolút látszott rajta, meg az a fajta belső tartás azért az akkor is ott volt benne, tehát ugye a legtöbb gyereknek kialakul ez a személyiségképe, vagy nincs, vagy van. Ez látszott mind az edzéseken, mind a meccseken, úgyhogy nem akármilyen minő keresztül ment, és hogy milyen életkedvel tudja ezt feldolgozni. Mire volt ő predesztinálva? Úgy gondolom, hogy egy nagyon jó MB2-es játékos lehetőségeit vagy potenciáját hordozta magában, úgyhogy gyakorlatilag most nyilván olyan mondatokat nem érdemes mondani, ami volnával kezdődik, vagy hával, de úgy gondolom, hogy volt jövő a sportban, sőt, azt mondom, hogy van jövője a sportban. Van jövőd, szerinted? Hát remélem. Tehát ez a megyei szinten abszolút... Szerintem azt igen, azt tudom tartani. Mm.
És te hogyan dolgoztad fel ezt az egészet? Hiszen én is azt látom rajtad, hogy vidám vagy, felszabadult, tudsz beszélni róla, meg Artúr is ezt mondja, hogy szenzációs, hogy hogyan viseled. Hát ennek különböző fázisai vannak. Ugye van az a rész, amikor műtét után az ember nem tud mit csinálni, nagyon nem tudja elfoglalni magát, azt a sok fölös energiát nem lehet hogyan lekötni. Aztán nekem szép lassan bejött az úszás, akkor elkezdtem a rehabilitációt, meg stb. És hogyha az ember már tud érte tenni, hogy valami jobb legyen, amíg nem azt kell várni, hogy mondjuk a seb gyógyuljon, vagy ilyesmi, onnantól kezdve már azért könnyű. Könnyű? Vagy könnyebb? Könnyű. Inkább könnyű. Nem mondanám, hogy könnyebb, mert nem egy lehetetlen dolog ez. Abszolút. Szóval szerintem bárki, akiben van egy kis elszántság e felé, az meg tudja csinálni, vagy el tudja érni ugyanazt, amit én. Tudod, ki jut eszedbe rólad? Erős Zsolt. Jó, ez most nyilván nem egy szerencsés párhuzam, de tőle hallhattunk annak idején hasonló gondolatokat. Igen. Én megmondom őszintén, hogy a baleset után, mert hogy miután történt valami a dolog, akkor ismertem meg, és nekem nagyon sokat segített az, hogy ő megmutatta azt, hogy mi vár rám ezután, hogy mik a lehetőségeim. Ő mutatta meg nekem azt a céget, aminél ő is van gyakorlatilag, és mármint protézisgyártó cég, és tényleg azért erőt adott az is, hogy láttam a filmjén, meg azt, hogy mik vannak ezekben a művégtagokban, miket lehet belőlük kihozni. Amikor személyesen találkoztatok, akkor mi volt az, amivel ő túl tudott téged lendíteni a holdponton? Hát a kisugárzásával, azt gondolom. Hogy nagyon pozitív és vidám ember, és már a megjelenésével is sokat segített szerintem. Gondolom, azért mondott is valamit neked? Persze, sokat beszélgettünk így ezekről a dolgokról annó. És hát igen, én azért köszönhetek neki sok mindent. Onnantól kezdve, hogy volt ez az amputálás, mennyi idő telt el, amíg te újra kosárlabda pályán állhattál? Húha, pillanat számolok. Hát ha két dátumot hát, mondasz, akkor az jó. Június, augusztus. Hát olyan durván 7 hónap. Hát az eszméletlenül gyors. Nyilván megélni persze, az teljesen más. De hogyha nekem azt mondják, hogy valaki ott van a gödör legmélyén, és 7 hónap múlva újra pattogtathat és kosárlabda pályán állhat, arra azt mondom, hogy ez csoda. Uh-huh. Hát nekem kicsit többnek tűnt, mint 7 hónap. Hogyha az embernek feküdnie kell egy ideig, meg nyilván akkor hosszabbnak tűnik, de nem éreztem ennyi időnek egyébként. Vagyis, hogy mondjam, hosszabbnak éreztem. Na most viszont már minden rendben van szerencsére, akkor remélem, hogy hamarosan felépülsz. Ő ezek szerint nem fog játszani ezen a bizonyos bicskedélyen. Mi viszont játszunk. Meglátjuk, hogy milyen eredménye. Azért nem bánom, hogy Ákos nem játszik, mert valószínűleg egy két triplát elsüllyesztene a mi gyűrűnbe, de remélem, hogy a többiek azért adnak kegyelmet majd nekünk. Na jó, hát köszönöm szépen, hogy itt voltatok. És akkor most szombaton bicskedély, de nyilván ott leszel a bicskedélyen. Persze, ott leszek. Törzszurkolója a mi csapatunknak. Az leszek. Meg a többieknek is. Meg azért hazajnak. Artúr, akkor mindent beledrukkolunk. Köszönjük. És nagyon örülök, hogy részt vesztek ezen az egészen.